A több helyszínen zajló szívklub találkozó sportversenyeinek eredményhirdetése a harmadik napon történt. A Szuhaj Sportcentrum lelátója szinte zsúfolásig megtelt. A dombóvárjak több aranyat, első díjat hoztak el. Nagyon aktívak voltak a helyi szívklub egyesület tagjai. Dombovári szívklubnak a tagjai majdnem minden sportágban elindultak. A egyénibe lövészet, úszás, 400 méter, gyaloglás, akkor teke, kosárra dobás, sorverseny, sakk, asztali tenisz, pentag, kvízverseny, a lehető legtöbb versenyszáma szerintem mindenben indultak. Igyekeztek mindenben helytállni, amit ez a rengeteg érem és a kupák is igazolnak. Nyakamban lévő érmek, az egyike, az enyém az lövészetben harmadik lettem. Sorversenyen a csapatunk megnyerte az első helyezést. A nyakamban lévő érmek közül kettő aranyérem a Friedrich főorvosori, aki úszásban és atlétikában indult, remek eredményt tudhat magáénak. Sajnos orvosi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a mai eredményhirdetésen, és azért én vehettem át az ő részére kiosztott aranyémet is, az van a nyakamba, tehát nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. Ugyancsak a kezembe tartom a labdarúgó kupát, amelynek a csapat tagja voltam, de az érdem a szívklubos focistáké, személy szerint tanítványom Varga Tamás, egy lelkes futballista, ő volt a futballcsapatnak a lelke, és ő neki köszönhető, hogy így összeszedte öreg diák létére ezt a labdarúgó csapatot is elhozták az első helyezést. Érdemes magunkévá tenni egy megszívlelendő tanácsot, melyet mindenki számára ajánl Miszlay József, a Dombóvári Szívklub Egyesület tagja. Én mindenkinek azt kívánom, én 77 éves nyugdíjas testnevelő tanár vagyok. A mai napig mozgok. Minden héten kosarazok másfél órát, minden nap gyalogolok, kerékpározok. Ezt az életmódot tudom ajánlani mindenkinek. Ez a hosszú élet titka, a kiegyensúlyozott élet, a mozgás, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Az EGRI Szívegyesület tagjai is kitettek magukért. Igen szép eredményt értek el a sportversenyekben. Volt elég sok meglepetés érmünk. Úszásban hagyományosan jók vagyunk. Két korcsoportban is egy hölgy is megnyerte mind a három úszásnemet, a saját korcsoportjában meg egy férfi is, meg van egy ismét egy hölgy, tehát onnan szereztünk 7 aranyérmet. Atlétikában, futásban is egy hölgy tagunk, jó magam szereztem egy aranyérmet, a gyaloglásba, darts, meg lövészet, nem tudom. Tehát összesen 20 érmünk lett, így sikerült megnyerni így a csapatversenyt. Most ugye tegnap este volt egy változás a pontszámítási módszerben, eddig az olimpiai pontszámítás szerint számoltuk, hogy ki mennyi pontot szerez. Most változásra szavazott a közgyűlés, és ezek szerint mi lettünk a nyertesei. Így az kis csapattal jöttünk, 19-en jöttünk, de ehhez képest nagyon jó sikerünk szerepelni. A csapat létszámhoz összevetve, tehát arányosítva a többi csapattal összevetve, így nyertünk a csapatok között, így lettünk elsők. 60 fő egyesületi tagjuk van, ebből rendszeresen 30-an járnak tornázni, tette hozzá Tuza Ervin, az EGRI Szív Egyesület elnök helyettese. Ami legfőbb összetartó erő, a heti két alkalommal egy órás tornafoglalkozás, de civil szervezetként egyéb más rendezvényeink is vannak. Kirándulás, különböző vacsoraestek, harsang, Mikulás, karácsony, ezeket megünnepeljük a névnap, születésnapokat, tehát ez egész aktív a csapat. A végén dr. Berecki Mária, a Dombóvári Szívklub Egyesület elnöke elmondta, minden résztvevőnek orvosi igazolással lehetett csak részt venni a háromnapos találkozón. Mindenki, aki jelentkezett, azoktól azt szoktuk kérni ilyenkor, ezeken a sportversenyeken, hogy vagy a kezelőorvosától, vagy a kardiológusától hozzon egy papírt, amivel igazolja, hogy jelen állapotában ő részt vehet ezeken a versenyeken. Úgyhogy
Természetesen ettől függetlenül lehet bármi probléma. Szerencsénk volt ezeken a napokon, mert úgy gondoltuk, hogy itt az óriási hőségben lehet, hogy többen is rosszul esznek, de csak egy-két kisebb baleset volt, és nem volt nagyobb probléma az itteni képviselőkkel, a sportolókkal. Igen, külön kiemelném azt, hogy vannak ilyen 80-90 éves résztvevők is, akik még mindig aktívan részt vesznek ezeken a versenyeken, és lehet, hogy pont ez motiválja a többieket is, hogy milyen hosszú életkort meg lehet élni akkor, hogyha az illető rendszeresen sportol. És ugye nagy része ezeknek a betegeknek valóban már átesett valamilyen szívsebészeti beavatkozáson, vagy egyéb szívbetegségben szenved, de az, hogy ennek a közösségnek a tagjai, és lehet készülni minden évben egy ilyen versenyre, ez szerintem óriási motiváció számukra. Hát itt a saját csapatomnál látom azt, hogy milyen lelkesen mentünk együtt gyakorolni mindenféle sportágba, és hogy mindenki szívén viselte azt, hogy jó eredményeket sikerüljön elérnünk. Mint láthattuk, rengeteg érem, oklevél talált gazdára. A díjkiosztás, az elismerés szép pillanatai betöltötték az idei nyár utolsó vasárnapjának délelőttjét.